Sziasztok! Vércukormérő készülék használatáról már volt fönt videóm, viszont ha jól emlékszem, akkor a Dekont etalon készülékről arról még nem készült, és tekintve, hogy apósom most kapott egy ilyen készüléket, ezért készítek egy videót róla, remélem, hogy még nem kellett összeraknia, és még nem próbáltam használni, és még időben lesz ez a videó. És ez a készülék használatáról fog akkor most szólni. Nézzük először is a vércukorszint mérőhöz mellékelt ilyen újszóró szerkezetnek a cseréjét, illetve benne a kis lándzsának a cseréjét. Mellékelnek hozzá, ha jól tudom, akkor 10 darab ilyen kis lándzsát, nekem már csak ez az egy darab van, úgyhogy én most lecserélem. Nem kell minden alkalommal természetesen lecserélni, hogyha csak egy ember használja a vércukorszintmérő készüléket, akkor nyugodtan lehet ezzel használni, de akár családtagok is használják, mindenképpen ki kell benne cserélni, hiszen ez egy fertőző forrás, és átvihetjük egymásra a különböző betegségeket. Nyilván egy házastársnál, ahol egyébként is érintkeznek szorosan egymással, ott ez különösebben nem jelenthet gondot, hiszen más úton is terjedhetnek ezek a fertőzések, de azért sok olyan betegség van, ami vérútján tud csak terjedni, tehát sem nyállal, sem szexuális érintkezéssel nem terjednek. Na, tehát ez lenne a higiénikus, hogyha tényleg így használnátok, hogy egy ember egy ilyen újszóró szerkezetet használ. Ez a kis tekerentyűvel, tehát az átlátszó kupakot, az csak a mélységet lehet beállítani vele, tehát hogy milyen mélyre szúrjon az újszóró szerkezet. Ha nagyon nagy vércseppet szeretnétek, akkor állítsátok 6-osra. Én 4-es-5-ös szinten szoktam használni. Akinek vastagabb a bőr az ujján, mert fizikai munkát végez, mindenképpen 6-os szintet használja. Apósomnak is ezt ajánlom, hogy a 6-os szintet használja, vagy az 5-öst. Tehát ez a két utolsó, amit ajánlanék. És hogyha ki akarjuk cserélni, akkor jobb oldal felé, tehát erre felé, így szét tekerjük. Nagyon fontos, hogy a körmünket, azt ide, ez egy nagyon, nagyon vékony kis anyag itt, tehát nagyon fontos, hogy a körmünket akasszuk bele ide, ebbe a kis vájadba. Fogjuk meg úgy ezt az újszóró lándzsát, hogy ne szúrja meg az ujjunkat semmiképpen, és húzzuk ki egyszerűen belőle. Hagyjuk benne a körmünket, és úgy, hogy még rajta van ez a kis védőkupak, helyezzük bele a következő lándzsát. Most itt lejjebb tolom a körmömet, hogy bele tudjam teljesen tolni, benne van. Megint visszatesszük a körmünket ebbe a kis vájadba. Nem tudom, hogy látszik-e, nem zoomoltam nagyon rá, tehát ebbe a vájadba letesszük a körmünket, és oldalra elcsavarjuk ezt a kis fülecskét így, és lehúzzuk róla, és már is készen van a behelyezés ennek a lándzsának. Tehát ráthelyezem, és el kell csavarni balra. Tehát balra kell elcsavarni, erre felé kell elcsavarni, és így tudjuk rátenni. Beállítjuk a szúrás mélységét, ezt már nem kell levenni róla, és aztán már csak egyetlen teendőnk van, ezt nem tudom, mit célt szolgál rajta egyébként, ezzel nem lehet igazából semmit kezdeni, és úgy kell élesíteni ezt az úszóró szerkezetet, hogy ezt így meghúzzátok. Kész. És utána pedig ez az elsütő gombja, tehát ez az elsütő gomb, és halljátok, hogy elsüti, tehát egy pillanatra így belevágja az ujjunkba az újszóró szerkezet a lándzsát, és így fogja átszúrni a bőrünket, és a kapilláris vérhez így lehet hozzájutni. Meghúzzuk, megnyomjuk, kész. Jó? Tehát erről ennyit, sajnos elfogyott az újszóró lándzsám, lehet hozzá egyébként külön kapni. Ehhez a Dekont etalon nevezetű vércukorszint mérőhöz, a Dekont etalon nevezetű testcsíkot lehet használni. Nézzétek meg a lejáratát, tehát ez sajnos pont augusztus végéig használható, még utána egy pár hétig, pár hónapig lehet egyébként használni, tehát nekünk se fogy el nyilván 50 darab, mert nem mérem minden nap a vércukorszinten. Én szoktam ilyen terheléses vizsgálatokat végezni magamnak, hogy egész nap méregetem, meg nézem, hogy változik a vércukorszintem. Inkább ebben hiszek, hogyha inkább, ha már tesztelem, akkor inkább egy napomat megnézem, hogy amit teszek átlagosan, az hogyan befolyásolja a vércukorszintemet. Találunk itt egy adatkábelt is a készülékhez, jól látszik, hogy még soha nem volt kibontva,
Talán itt ez a QR kóddal le lehet tölteni a programot hozzá, ami a számítógéppel össze tudjuk kötni, és le tudjuk tölteni az adatainkat. Én nem használtam, tehát memóriában úgyis megőrzi a készülék. Még azt sem tudom szerintem nektek megmondani, hogy hogy lehet elővarázsolni a memóriáját. Most ezzel nem fogunk foglalkozni, csak magával a készülék használatával. És nagyon egyszerű használni a készüléket, hiszen csak bele kell tenni ezt a testcsíkot. Ügyeljünk arra, hogy ezt a végét, ahol majd a mintavételezés történik, azt ne fogdossuk. Jó? Az érintkezőjét se, tehát körülbelül itt a közepén kell megfogni, és amikor kiveszitek a tartóból, akkor is így fogjátok meg oldalról lehetőleg, jó? Tehát nedves kézzel, zsíros kézzel ne fogdossátok, és ne vegyétek ki a csíkot sokkal hamarabb, mint ahogy felhasználjátok. Tehát akkor vegyétek csak ki, amikor már tényleg megszúrjátok az ujjatokat, és elkezditek használni a készüléket. A behelyezés is úgy történne, hogy ne a végét fogjátok meg, hanem itt az oldalát, és egyszerűen csak bele kell dugni itt a fémes, kis fém érintkezős felületével fölfelé, így kell behelyezni a készülékbe. Nincs rajta, ugye a másik oldalán semmi nyíl, meg egyébek nincs, tehát az üres oldalát az lefelé nézzen, és ide betoljuk a készülékbe, és lehetőleg én a körmömmel szoktam betolni, mert muszáj valamilyen erőt kifejteni, de ne a kezetekkel toljátok be, hanem ugye a körmötökkel, elkezdeni különböző színekben villódzani a készülék, megjelenik ugye a dátum, megjelenik, hogy működik-e az elemünk, és itt egy pici vércsepp fog megjelenni, amit látjátok, ilyenkor lehet elvégezni a szúrást. Én ugye kiszoktam tolni, bár egy kicsit ez így eltakarja a kijelzőt, tehát én kiszoktam ugye tolni, hogy ne kelljen kivenni a tokjából a készüléket, tehát az a lényeg, hogy itt átlógjon ezen a cipzáron, és már is megszúrom az ujjamat. Hát az, hogy ki hogy szúrja az ujjat, nekem az a tapasztalatom, hogy itt az ujjbegyünk szélén ott kevésbé fájdalmas a szúrás, de ott szúrjátok, ahol akarjátok. Amit szoktatok használni, ujjatokat, kezeteket, azt nem érdemes talán megszúrni, úgyhogy most talán a kis ujjam lesz, ami jó. Hú, hát 4-est, vagy 5-ös azt ne. 4-es eddig lesz nekem. És ez a lényeg, hogy összegyűjtjük. Az a szabály egyébként, hogy az első vércseppet letöröljük, és a második vércseppet fogjuk felhasználni. Tehát egy ekkora vércsepp már bőven elég ez a készülékhez, csak azért emeltem meg, hogy mutassam nektek, hogy történik. Azonnal felszívja, tehát nagyon-nagyon kevés vérrel működik ez a vércukorszintmérő készülék. Hát ez viszont nem jó hír, hogy 6,3 millimol per liter a vércukorszinten. Itt ezt a gombot kell megnyomni, és akkor fogja kidobni a csíkot. Érdemes, hogy elé tennétek a kezeteket, meg másképp kidobja. Közben megérkezett pocika cica a hátam mögé. Remélem, hogy nem fog ide előre mászni kíváncsiságon. Tehát behelyezzük a... De hogy nem, igen már. Miért a tankodik? Remélem, tudok még annyi vért kipasszírozni magamból, hogy el tudom végezni. Ó, nagyszerű, megindult a vérellátásom. És akkor még egyszer elvégezzük. Pedig 6,5 lett, tehát azért azt kell, hogy mondjam, hogy nem érnek fel természetesen egy vérvétellel és egy laborvizsgálattal. Most lehet, hogyha egy harmadik mérést végeznénk el, akkor még egy harmadik eredményt kapnánk, tehát ezek ilyen tájékoztató jellegűek, és nem csak ez a készülék, hanem az összes többi is. Azt is gondolhatnánk, hogy maga a készülék az, ami nem jó, és mutatom még egyszer, tehát itt az oldalán lévő gombot kell megnyomnunk, érdemes egy ilyen zsebkendőt használni, és ezzel szépen eltávolítja, és utána ki is kapcsol önmagától a készülék. Tehát ebben az a jó, hogyha beletoltuk a tesztcsíkot, akkor automatikusan bekapcsol, majd utána pedig automatikusan kikapcsol. És itt ugye mutatja ilyen kis piktogramokkal a készülék, hogy hát ez bizony már elég magas érték, tehát diétázzál, sportoljál, és figyelj oda most már a vércukorszintedre. Hát itt bizony nagyon oda kell figyelnem, nekem is. Tehát igaza van a készüléknek, eddig az én vércukorszintem az 6-os volt stabilan. És amikor sportoltam, diétáztam, akkor pedig 5,5 volt. Tehát ez még nem olyan magas érték, ami azt jelenti, hogy cukorbeteg lennék, viszont 5,5 lenne az, ami ideális, vagy 5-ös érték. A 4,5 az már, azt gondolom, hogy az már egy viszonylag alacsony értéknek számít, de most a legjobb alkalom arra, hogy diétázzak, tehát most vagy a klíma miatt, vagy volt egy családi összejövetelünk is, mert elég sok helyen is jártam, ugye most eléggé elterjedt megint a Covid is, tehát eléggé fertőz, elképzelhető, valamiért megfáztam,
és ezt érzem magamon, úgyhogy ezt érzi a szervezet, hogy sokat kell pihenni, tehát most jó sokat aludtam is, és bebugyaláltam magam, és izzadtam, tehát egy pólót meg egy köntöst azt teleizzadtam, és most már egészen másképp érzem magam, tehát ti is ezt tegyétek, hogy ilyen izzasztó kúrát kell végezni, vagy úgynevezett kalapkúrát is lehet, amikor egy nagyon forró vízben, amit csak el tud viselni a lábatok, abba beleteszitek a forró vízbe egy laborba a lábatokat, és úgy, amíg meg nem izzad a fejbőrötök, addig egy köntösben belelógatjátok a lábatokat, mondjuk számítógép előtt, vagy tévé előtt, utána, amikor megizzadt a fejbőrötök a hajhagymáknál, akkor pedig kiveszitek a lábatokat, bebugyoláljátok magatokat, befekszetek az ágyba, és ott is izzadtok. Ez a kalapkúrámat nevezik, én így ismerem. És ezzel is jót tudunk tenni magunknak, mert hogyha az elején megfogjuk ezeket a vírusokat vagy kórokozókat, akkor nem fog elhatalmasodni rajtunk a betegség nagy valószínűsége, vagy sokkal gyorsabban és sokkal könnyebben túl leszünk rajta, mintha még ráadásul még megfejjük azzal, hogy meghűlünk, tehát hidegben vagyunk odakint, vagy hideg vizet iszunk, vagy lerontjuk a szervezetünk állapotát, mert nem aludtunk eleget. Tehát nagyon fontos, hogy mindig aludjatok eleget. Tehát 8 óra lenne a kívánatos, de minimum 6 órát aludjatok. Jó, tehát ez meg egy kiegészítésként, és bizony nekem is le kell dobni 20 kilót magamról, úgyhogy most ez jó alkalom lesz rá, hogy a mai napon megpróbálok egy bőjtöt tartani, vagy nagyon kevés szénhidrátot bevinni, és megnézzük majd holnap is, hogy hogyan változik a vércukorszinten. Elképzelhető, hogy erről is készítek majd külön egy videót, de ezt most fölteszem, hogy minél hamarabb apósom is hozzájusson ezekhez az információkhoz, és esetleg ti is, akiket érdekel egy otthoni vércukorszintmérő. Köszönöm szépen, hogy ebben a videóban is velem tartottatok, remélem tudtam segíteni, legyen szép napotok, sziasztok!